mikor indult, milyen gondolatokkal? Gyakorlatilag egy levelet írtunk a polgármesteri hivatalból a miniszterelnökségre 2 évvel ezelőtt, hogy mivel hallottunk ezekről a nemzeti sírhelyekkel kapcsolatos döntésekről és gondnokságról, hogy felhívjuk a figyelmet a Kőrösödányi Benkheim kriptára, és mi gondolom, hogy rekord gyorsaság alatt már következő héten a miniszterelnökség munkatársai megjelentek Kőrösödánybe, és a szárnyaik alá vették ezt a kezdeményezést, és ennek köszönhetően a miniszterelnökség biztosított több mint 30 millió forintot a Nemzeti Örökség Intézetének a költségvetéséből a kriptának és a sírkápolnának a felújítására, aminek a kivitelezési munkáit a nyár elén tudták megkezdeni, és most augusztusban fejeződtek be, ma pedig itt megtörtént ez a kis avató átadó ünnepség és tiszteletadás. A tetőlemezelésnek a felújítása történt meg, hiszen ez a korábbi felújításnál nem a legszakszerűbb módon került kivitelezésre, illetve volt egy bizonyos szakasz, ahol teljesen ki kellett cserélni a lemezt. A falaknak a talajvíz elleni szigetelése történt meg, úgynevezett injektálásos technológiával, a vakolatnak a kijavítása, ahol leomlott a nedvesség miatt a vakolat, illetve belső vakolat felújítása, és magában a sírboltban is a leomlott vakolatnak az eltávolítása és újravakolása és lemezelése történt. Én gondolom, hogy fontos és példaértékű ez a dolog, ami Kőrösödányban zajlott, hogy a mai világban azok mellett a nemzetközi és belpolitikai események mellett igenis erre is kell időt szakítani, és az előttünk járó nagy elődöknek az emlékét méltóképpen kell, hogy megőrizzük, és ezt az utánunk következő generációknak át kell adni, hiszen enélkül Magyarország is el fog tűnni Európának a térképéről, és fontos az, hogy a felnövekvő generációk is tisztában legyenek azzal, hogy voltak előttük olyan emberek, akik nagyon sokat tettek ezért az ország és ezért hazáért. Úgy gondolom, hogy a mai megemlékezésen résztvevőknek a névsora, amit most teljesség igénye nélkül tudnék csak felsorolni, az jelzi azt, hogy valóban ez egy komoly szándék, és nem csak egy légből kapott hirtelen jött ötlet, hogy ezeket a nemzeti emlékhelyeket igenis meg kell újítani, és méltó módon felújítva kell megőrizni az utókor számára, hiszen helyettes államtitkár úr volt jelen, akkor több minisztériumból jelen voltak, például az Ávogyán Magdolna helyettes államtitkárasszony, az Emberi Erőforrások Minisztériumának a kultúráit felelős helyettes államtitkárasszonya, illetve több országgyűlési képviselő tiszteletét tette. Maga püspök úr áldotta meg a családi sírboltot, Kisrigó László szegedcsanádi püspök úr, és úgy gondolom, hogy ez is jelzi azt, hogy igenis komolyan gondolják ezeket az elképzeléseket, és fontos, hogy ezekre a feladatokra is időt és költséget, pénzt és energiát fordítsanak. Köszönöm szépen!
Báró Wenkheim Béla mondta egykor az ő hőnszeretett Békés megyéjéről, hogy ennek tágas rónáin és a mindenségre emlékeztető láthatárán szabadabban lélegzik, mint bárhol, és ennek lakosaiban a legjobb barátait, rokonait, párthíveit tiszteli, szereti, szorgalmasan és értelmes földművelő osztályához a legmelegebb rokon szemt csatolja. Békés megye közössége nem maradt adós a nem kevésbé érzelmes válasszal. Szeretve tisztelt főispánjukat, büszkén vallották fiúknak és vezérüknek. Ki a megyének a hazafiság utain fiatalkorától kezdve mindig iránycsillaga volt, kinek valamint örömeit, úgy bánatát és szenvedéseit is érdekkel kísérjük, mert érezzük, hogy úgy hazánknak, mint a megyének szüksége van arra, hogy ő sokáig éljen. Ez a föld, ez a Békés megyei föld fogadta be végső nyughelyéül Báró Wenkheim Bélát. Tisztelt vendégeink! Köszöntöm Önöket Körösladány város önkormányzata és a Nemzeti Örökség Intézet nevében itt, a Wenkheim család megszépült kripta kápolnájánál, ahol a volt miniszter, majd miniszterelnök mellett számos kimagasló személyiség, többek mellett Wenkheim József, Béla édesapja, császári és királyi kamarás, Arad vármegye főispánja, vagy Wenkheim László, Béla testvére, neves lótenyésztő mezőgazda nyugszik. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a Wenkheim család leszármazottjait, gróf Wenkheim László urat és kedves nejét, gróf Csáki Ilona asszonyt. Tisztelettel köszöntöm Puskás Imre urat, a miniszterelnökség kulturális örökségvédelméért felelős helyettes államtitkárt. Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter úr a tegnap esti kormányt érintő változások miatt nem tud jelen lenni. Tisztelettel köszöntöm Radnainé dr. Fogarasi Katalin asszonyt, a Nemzeti Örökség Intézetének elnökét. Kardos Károly polgármester urat és Pelcsinszki Boleszláv alpolgármester urat. Kisrigó László püspök urat. Tisztelettel köszöntöm továbbá a politikai, a közélet, a vallási és kulturális élet szereplőit, a társadalmi és civil szervezetek képviselőit, a megjelent diákokat, valamint a kedves körösladányi polgárokat. Tisztelettel felkérem Kardos Károly polgármester urat köszöntőjének megtartására. Tisztelt helyettes államtitkár úr, tisztelt elnökasszony, püspök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Felemelő ünnepélyes nap a mai körösladány történetében. Ahogy ilyen esetekben lenni szokott, sok érzelem és érzés keríti hatalmába az embert. Magam is így vagyok ezzel, ha arra gondolok, hogy 2013. augusztusában elküldött levelünk nyomán ma itt vagyunk, együtt emlékezünk, együtt hajtunk fejet egy igaz magyar ember és családjának megújult sírhelyemléke előtt. Komoly üzenete is van a mai eseménynek. Az üzenet az, hogy ma Magyarországon megbecsülik azokat az elődöket, akik a maguk idejében sokat tettek az országért, a nemzetért, és ez irányú ténykedésük nem vész a történelem homályába. Sajnos ez mára már Európában kivesző félben lévő magatartás. Ha figyeljük a körülöttünk zajló eseményeket, akkor láthatjuk, hogy mivé válnak, mivé válhatnak évszázados hagyományok és nemzeti értékrendek. Úgy gondolom, az a helyes út, amit Magyarország, a mai magyar kormány választott és képvisel. Nemzeti értékeink védelme, megőrzése és azok utókor számára való átadása nélkül Magyarország nem lehet ott évszázadok múlva is Európa térképén. Ez ehhez elengedhetetlen. Ezen az úton egy állomás mai nap a Wenkheim család bárói ágának felújított kriptakápolnája előtti megemlékezés és tiszteletadás. Mi a levelünkkel 2 éve csak elindítottunk egy folyamatot, amelyet minden érintett, magáévá tett, és úgy gondolom, hogy azon munkálkodott, hogy a mai napra ez a nemzeti emlékhely megújulhasson. Ezúton is köszönetet mondok Körösladány város lakosságának nevében Lázár János miniszter úrnak, a miniszterelnökség vezetőjének, Radnainé dr. Fogarasi Katalin elnökasszonynak, a Nemzeti Örökség Intézet elnökének, továbbá Kisrigó László szegedcsanádi püspök úrnak, azért az anyagi, szakmai és erkölcsi támogatásért, amivel elősegítették, hogy ez a felújítás megvalósulhasson. Továbbá köszönetet mondok mindenkinek,
aki ma megjelenésével tiszteleg a Wenckheim család emléke előtt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm polgármester úrnak az üdvözlést. Tisztelettel felkérem dr. Radnainé dr. Fogarasi Katalin elnökasszonyt, hogy mondja el köszöntő beszédét. Kedves polgármester úr, püspök úr, tisztelt helyettes államtitkár urak, kedves emlékezők, kedves polgárok! Köszöntöm Önöket a felújított Wenckheim kripta avatásán. Egy sírbolt előtt állunk, én mégis egy sírkert bemutatásával szeretném kezdeni köszöntőmet. A Nemzeti Örökség Intézete elnökeként ugyanis sok egyéb más tevékenységünk mellett az úgynevezett nemzeti sírkertért is felelősek vagyunk. Mi is tulajdonképpen az a nemzeti sírkert? Már az első Orbán kormány 1999-ben létrehozta a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által védettnek minősített nemzeti sírkert fogalmát. A nemzeti sírkert fogalma az egy virtuális jellegű, tehát nem egy temetőhöz kötött konkrét síremléket jelöl, hanem Magyarország területén lefedő valamennyi a magyar történelem és kultúra jelentős alakjainak sírjait jelenti összességében. Ma már ez a szám az országban körülbelül 6000-re tudható. A védettségről a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság dönt, ám a rendelkezési jog intézetünké. Ez a rendelkezési jog, ez egy jogi technikai fogalomrendszer, azt jelenti, hogy a védett sírok nem felszámolhatóak, és a védett sírokban bármilyen kérelemhez a Nemzeti Örökség Intézete röviden a nőrinek kell az engedélye. 2011 óta a magyar kormány évente 75 millió forintot különít el a nemzeti sírkertekhez kapcsolódó feladatok finanszírozására. Hogy érzékeltesek, hagyj mondjak el még egy számadatot. A 2000-es évek közepén mindegy összességében 2-3 millió forint volt ugyanezekre a feladatokra. Azt gondolom, hogy mindez kiváló példa arra, hogy nem csak az intézetünk, hanem a kormány, és Lázár János miniszter úr is mennyire elkötelezett abban, hogy Magyarország nagyjainak megőrzését méltóképpen csináljuk, végezzük. Hogy érzékeltessem, hogy mekkora beruházásról van szó, aminek az eredmények önök most itt láthatják, hagyj mondjam el, hogy a költségvetésünknek mintegy fele ennek a kriptának a felújítására lett elköltve. De azt gondolom, hogy megérte, hiszen az eredmény önmagáért beszél, az ünnepségünk végén mindenkinek módja lesz bemenni, megtekinteni, körbejárni ezt a gyönyörű kriptát. Wenckheim Béla a reformkor jelentős politikusa volt. Jogi tanulmányai végeztével Békés vármegyében vállalt tisztséget, majd országos politikussá nőtte ki magát. A magyar nemzetépítés egyik legfontosabb időszakában több területen is szerepet vállalt, támogatta a lóversenyzést és a meginduló sportéletet, részt vett a Nemzeti Kaszinó alapításában, gazdasági egyesületet vezetett. Az 1848-49-ben főispáni tisztséget vállalt Békésben, de azonban a szabadságharc bukása után bújdosni kényszerült. A kiegyezés utáni első magyar kormány belügyminisztere lett, később egy rövid ideig miniszterelnöki posztot is betöltött. Híres volt adományairól. A Magyar Tudós Társaságot jelentős összeggel támogatta. Mindezek alapján úgy vélem, hogy méltán megérdemelt helyet kap a magyar történelem virtuális nemzeti csarnokában, a nemzeti sírkertben, és kötelezettségünk volt ennek a síremléknek, a mauzólumnak a felújítása. A felújítás lebonyolításában köszönetet szeretnék mondani a miniszterelnökségnek, személy szerint én is kiemelném Lázár János miniszter úrnak a segítségét és elkötelezettségét. Köszönetet mondok polgármester úrnak, hogy nagyon-nagyon rugalmasan kezelte ezt a felújítást, és mindent elkövetett azért, hogy ma itt lehessünk. Természetesen a polgármester úr valamennyi munkatársának, és természetesen köszönetet mondok a kivitelező cégnek, a Bétény Nemeskő és Építőipari Kft.-nek, akik mint annyiszor már megbízhatóan kiváló szaktudással végezték a dolgukat, és nem utolsó sorban határidőre felújult az a gyönyörű kripta.
Tehát a mai napon egy újabb sikeres felújításon vagyunk túl, és elmondhatjuk, hogy prominens társaságba került a Benkheim kripta és Körös Ladány, hiszen ha csak azt elmesélem önöknek, hogy a következő hasonló eseményünk Budapesten, a Fiumei úti nemzeti sírkertben, a Kossuth mauzolom megújításának az átadása lesz, akkor érzékelik, hogy itt ténylegesen egy nagyon méltó csarnokba került a nemzeti sírkertbe ez a kripta is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és várom önöket Budapesten és a Kossuth mauzolom átadásánál. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony szavait. Most pedig részletek hangzanak el Mikszáth Kálmán és a vasárnapi újság Wenkheim Béla nekrológiaiból. Az idézeteket Mészáros Mihály úr, a Békés Csabai Jókai Színház színművészének tolmácsolásában hallhatjuk. Idézett a vasárnapi újság nekrológiából. Báró Wenkheim Béla azon ritka férfiak közé tartozott, kik már fiatalkorukban megszerezvén a népszerűséget, azt soha egy pillanatra sem veszítették el, s megingani sem érezték. Sőt, életpályájuk minden fokán állásukkal együtt emelkedni, s minden évvel csak szilárdulni látták. A természet által a test és lélek szép s nemes tulajdonaival ruházza fel. Daliás és férfiasan szép alakjához szerencsés vérmérsékletet, s a jellem szilárdsága mellett is hajlékony kedélyt nyerve. Az első benyomás megnyerő volta, állandó maradt azoknál, kik őt közelebbről megismerték. S szellemi és erkölcsi tulajdonait becsülni tanulván, külső kelleme által megnyert rokonszemüket, azáltal szilárdabb alapra helyezhették. Finom, mindamellett igazi magyaros modora, nem könyvekből, hanem az életből és tapasztalásból merített műveltsége, s ember és világismerete, azon ritka tulajdonnal ruházta fel, mely minden állásban, de kivált a magas helyzetekben, oly megbecsülhetetlen, melyet az emberekkel bánni tudásnak neveznek. Nyájassága sohasem viselte a leereszkedés bántó színezetét, s familiaritása nem volt sem keresett, sem pórias. Az arisztokrata önérzetes biztonsága, s ebből eredő fölénye, s a demokrata szabad elvei a legszerencsésebb arányban egyesültek benne. Még egy tulajdona, mely őt kiválóan alkalmassá tette az állásra, melyet elfoglalt, közvetítő természete. Neki meggyőződése szilárd elve volt, hogy a hazafiasságot a törvényességgel, a jó magyarságot a trón iránti hűséggel, az igazságot a méltányossággal egyesítve lehet nemzete javát előmozdítani. Ebből ő nem alkudott soha. De ezen belül kész volt megalkudni a körülményekkel, meg a más nézetűekkel, még az ellenfelekkel is. Idézett Mikszáth Kálmán nekrológiából. Wenkheim Bélának halála hírére, ha nem is oly hódolat, de hasonló búbánat fogta el a nemzetkeblét. Wenkheim nem volt nagy államférfiú, ha őt a deákok és az ötvösök mértékével mérjük. Nem fog soha az ő neve után korszak elneveztetni a magyar történelemben. De amíg a magyar nemzet marad, amíg az a valódi lovagiasságot, az igazi gentlement, amilyen csak Angliában és Magyarországban terem, szereti és becsüli, addig Wenkheim alakja és szelleme emlékében élni fog. Wenkheimet tisztelte minden pár. Már ezen körülmény is annak bizonyossága, hogy nem volt nagy politikus.
Hol van a történelemben az a nagy államférfiú, ki hazájának és nemzetének sorsát új pályára terelte, s ne lett volna gyűlölve? Hol a nagy korát eszméivel, századokkal megelőző ember, kit kortársai meg nem köveztek, föl nem feszítettek, meg nem égettek, vagy meg nem gyilkoltak? Az új jelv hirdetői gyűlölve múltak ki, s csak haláluk után övezte homlokukat a halhatatlanság dicsfényével a haladó emberiség. Akit minden ember szeret, abban csak az általánosan az emberek előtt kedves tulajdonságok vannak fényesen összegezve. De nem áll oly magasan fölöttük, hogy rosszul esnék arcához föltekinteni, hogy lehetetlen legyen hozzá fölemelkedni. Szerették a lovagias báróban a magyar úr mintaképét. Tisztelték az Icsi Viktorok és Váradi Gáborok korában már ritkasággá vált minden gyanú felett álló becsületességet és jellemtisztaságot. Fényes volt, de színtelen is, mint a gyémánt. Köszönöm színművész úrnak az előadást. Tisztelettel felkérem Puskás Imre helyettes államtitkár urat avató beszédének megtartására. Holvat kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Tisztelt püspök úr, polgármester úr, elnök asszony, grófnő, gróf úr, képviselő urak, helyettes államtitkár asszony, helyettes államtitkár úr. Megtisztelő számomra, hogy itt lehetek. Sírhelyek vesznek bennünket körül, és mégsem a szomorúság van a lelkünkben, hanem a boldogság és a büszkeség. A boldogság és a büszkeség azért, mert boldogok vagyunk, hogy megújult ez az épület, amely már romosodni kezdett, és azt ígérte, hogy az elmúlást tükrözi, nem pedig a dicsőséget. És most azt látjuk, hogy valóban megújult, valóban ismét méltó helye ennek a nagyszerű családnak, akik örök nyugovóra tértek, és valóban méltó arra, hogy akik tiszteletüket szeretnék kifejezni előttük, azok ebben a kápolnában ezt jó érzéssel, emelkedett légákkel tehetik meg. És büszkék vagyunk. Büszkék vagyunk arra, hogy tudunk emlékezni a magyar történelem kiemelkedő, méltó és a nemzetükért sokat tevő emberek előtt. Büszkék lehetünk erre, mert valóban az a nép, amely nem képes, az a nemzet, amely nem képes az elődeire felnézni, az elődei emlékét megőrizni, és méltó módon számukra akár a végső nyughelyet megőrizni, az bizony múlékony a történelem színpadán. Ezért lehetünk büszkék arra, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy azoknak, akik sokat tettek a magyar történelemben, sokat tettek egész országunkért, vagy akár csak sokat tettek egy kisebb közösség, egy megye érdekében, azoknak méltó emléket tudunk állítani. Mert nem azért vagyunk itt, ezelőtt a mauzóleum előtt, mert arisztokratáknak a nyughelye. Nem azért vagyunk itt, mert ezek az emberek a saját korukban nagy vagyonnal, talán nagy hatalommal rendelkeztek. Hanem azért vagyunk most itt ilyen sokan, és azért van lelkünkben ez az emelkedettség, mert úgy gondolunk rájuk, mint akik nem elvettek, hanem sokat adtak. Sokat adtak, akár konkrétan adományokkal, pénzzel, építéssel, amit ránk hagytak,
vagy sokat tettek azzal, hogy hivatalt viseltek, és mindezt tették annak érdekében, hogy az ügyek haladjanak, hogy az emberek boldogulása előrébb jusson. Nos, azok az emberek, és különösen a már többször most itt megidézett Báró Wenckheim Béla, valóban ilyen ember volt. Olyan ember volt, aki vállalta azt a küldetést, amelyet a társadalmi helyzete diktált. Nem valamiféle tékozló, úri, kicsapongó életet élő és a vagyont maga javára használó létet és életpályát választott, hanem tette a dolgát úgy, ahogy azt helyesnek gondolta, már nagyon fiatalon, a jogi tanulmányok elvégzése után a jegyzőséget vállal Békés megyében, aztán halad fölfelé a ranglétrán, alispánja és később többször több szakaszban is főispánja volt Békés megyének. És tehetsége tovább viszi, tudjuk mindannyian, hogy... Minisztere is volt, belügyminisztere. Eközben egy rövid időre valóban Magyarország miniszterelnöki tisztségét is ellátta, bár kétségtelen, hogy ezt azért vállalta, hogy a választási időszakban ez az időszak törvényesen, rendben megtörténhessen, és kizárólag ennek az ügynek az érdekében vállalta ezt a tisztséget. Nos, tehát egy olyan ember emléke előtt is tisztelgünk itt, aki nem elvett, hanem adott a nemzetnek. Aki azt a lehetőséget, ami a születéséből következett, azzal nem élt, visszaélt, hanem egy olyan hivatást futott, egy olyan hivatást választott, amellyel adni tudott. Adni tudott Békés megyének, adni tudott az itt élő embereknek, akár úgy, mint nagy földek, nagy területek gazdája, és ezáltal sok embernek munkáltatója, munkaadója, és adni tudott úgy, mint hivatalnok, úgyis, mint a hivatalnokok közül a legfelül szolgáló, mint miniszter és mint miniszterelnök. De amikor itt állunk, akkor nem csak egy emberre gondolunk, hanem ennek a családnak több tagjára, talán még azokra is, akik nem ezen a sírhelyen nyugszanak, hanem minden egy kicsit távolabb, de gondoljunk azokra, akik nagyon sok maradandót hagytak még ezen túlmenően hátra. Itt a család kiemelkedő tagja még Wenckheim Krisztina és férje Wenckheim Frigyes grófok, akik tudjuk, hogy gyönyörű kastélyt építettek íblőtervei alapján Szabadkígyóson, és tudjuk, hogy gyönyörű palotákat építettek Budapesten. Ezt is meghagyták számunkra, és meghagyták annak az emlékét, hogy ők is jelentős adományokat tettek annak érdekében, hogy Békés megyében árvaház jöjjön létre, hogy fejlődjön a kórház abban az időben, hogy sok-sok ember, aki rászorult, aki nyomorúságos volt, azok hozzájussanak a mindennapoknak a megélhetéséhez, és ezek az emberek ezt is megtették. Most tehát, amikor itt állunk, akkor valójában egy olyan magatartásra gondolunk, és egy olyan magatartás előtt tisztelgünk, ami a mai napon is példa lehet. Ma már Magyarországon nincsenek bárók és grófok, illetve ez a tisztség, ez a cím nyilvánvalóan már nem jár semmiféle előjoggal. De ma is vannak olyanok, akik több hatalommal, több pénzzel rendelkeznek, mint a legtöbb ember. Vagy éppenséggel sokkal többel. Példa lehet mindannyiuk számára, hogy nem csak elvenni kell, nem csak a lehetőségekkel élni kell, hanem vissza is kell ebből adni. A nemzet számára vissza kell ebből adni szolgálatban, és ha kell, akkor akár adományban, cselekedetben. Ezt mutatják, ezt példázzák számunkra azok az arisztokraták, amilyen Báró Wenckheim Béla is volt,
hogy a nemzetnek tartozunk ahhoz, hogy azon, abban a világban, amelyre a polgármester úr is utalt, ebben a világban a magyarság megkapaszkodjon, megmaradjon itt a Kárpát-medencében, ahhoz szükségünk van példaképekre, szükségünk van ezeknek a példaképeknek időnként a felidézésére, a cselekedeteknek a bemutatására, és szükség van az emléküknek oly módon történő megőrzésére is, mint ahogy ez most itt történik ennek a sírhelynek a felújításával, és szükségünk van ennek a példának a számon kérésére is, mert természetesen mindenkinek lehetősége, kötelessége van a maga helyén, a maga lehetőségei között tenni a nemzet érdekében, de akinek több lehetőség adatik, annak a kötelessége is nagyobb. Én ezen gondolatok jegyében még egyszer kifejezem örömömet, hogy most itt állhatunk felújított sírhely előtt, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy ne csak emlékezni tudjunk a magyarság kiváló képviselőire, hanem joggal bízhassunk abban, hogy ennek a nemzetnek kiválóságai vannak ma is, és ezek a kiválóságok lehetővé teszik azt, hogy a jövőben is megszülessenek azok a magyarok, akik képesek nagyjátenni a hazát és a nemzetet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm helyettes államtitkár úr gondolatait. Kérem, hallgassuk meg Fekete Zsóka, a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékének előadásában Johann Sebastian Bach D-moll Szarabanda című művét. Thank you.
felkérem Kis Rigó László, Szeged családi püspök urat, hogy áldja meg a kriptakápolnát. Kedves körös ladányak, tisztelt vendégek, emlékezve ünneplők, ünnepelve emlékezők, akik néha komolyan gondolkodnak az élet nagy kérdésein, és a látszat ellenére azért vagyunk néhányan, azok felvetik olykor a kérdést, hogy ki, kik vagy mi irányítja a világ menetét, a történelmet. Csupán a politika, bizonyos nagyhatalmak, vagy netán a háttérben meghúzódó konspiratív erők, vagy a véletlen, a sors. A keresztény ember tudja, hogy a világ forrása, teremtője Isten, egyúttal a történelem ura is. Nem cselekszik, nem irányítja a történelmet az ember nélkül, az ember helyett, vagy az ember ellen, hanem az emberrel közösen. Akkor is, ha az egyes ember ezt sokszor nem is tudja. Meghagyva az egyes ember szabadságát, és ebből következik, hogy akarja mindannyiunk felelősségét is. Ezért hálás szívvel gondolunk mindazokra, akik a nemzetet, vagy kisebb közösségeket felelősen vezettek, szolgáltak, mint Wenken Béla. Most azokért, akik ezt tették, mi, akik ismerjük a történelem urát, imádkozzunk, hogy, ahogy hallottuk az előbb, jelenben is legyenek ilyen emberek, és a jövőben is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És ezekkel a gondolatokkal kérjük a mindenható Istent, a történelem urát, áldja meg ezt a kriptát, áldja meg Wenken Bélát és mindazokat, akik itt nyugszanak, hogy az örök élet végtelen gazdagságában nyerjenek szeretetet és békét. Áldjon meg bennünket, emlékezetünket, hogy a múltat helyesen megismerve, annak értékeiből, áldozataiból, küzdelmeiből példát és erőt merítsünk, hogy helyesen éljük meg jelenünket, és formáljuk felelősen a jövőnket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Tisztelt vendégeink! Ünnepségünket megelőzően elhelyeztük a megemlékezés koszorúit. Kérem Önöket, hogy tiszteletüket főhajtással fejezzék ki. Főhajtásra szólítom Magyarország kormánya nevében Puskás Imre helyettes államtitkár urat. Gróf Wenkheim László urat és kedves nejét, gróf Csáki Ilona asszonyt.
A Nemzeti Örökség Intézete nevében Radnai Né dr. Fogarasi Katalin elnökasszonyt és Berkes Bálint kabinetfőnök urat. Körösdodány város önkormányzata nevében Kardos Károly polgármester urat és Pelcsinszky Boleszláv alpolgármester urat. Szervezők nevében köszönjük, hogy ilyen sokan emlékeztek meg koszorúk elhelyezésével a Wenckheim családra, Wenckheim Bélára. Megértésüket szeretnénk kérni, de a koszorúk számossága miatt a további emlékezőket felolvasom. Koszorút helyezett el Gajda Róbert, kormánymegbízott úr, Petrócki Zoltán főigazgató úr és Détárné Molnár Andrea asszony, a szeghalmi járási kormányhivatal vezetője. Závodján Magdolna asszony, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős helyettes államtitkára. Dankó Béla, országgyűlési képviselő úr. Varga Szimeon úr, a bolgár nemzetiségi szószóló és Azari Zsuzsanna szakértőasszony. A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága nevében Fuzik János elnök úr. Békés Csaba megyejogú város nevében Szarvas Péter polgármester úr. Füzesgyarmat város önkormányzata nevében Bere Károly polgármester úr. Dévaványa város önkormányzata nevében Balázski Miklós Róbert polgármester úr. Köröstarcsa község önkormányzata nevében Lipcsei Zoltán polgármester úr. Mezőberény város önkormányzata nevében Siklósi István polgármester úr. Gyomaendről város önkormányzata nevében Toldi Balázs polgármester úr. Gyula város önkormányzata nevében dr. Görgényi Elnő polgármester úr. Bucsa község nevében Kláric János polgármester úr és Fabszabó Katalin jegyzőasszony. Farkas Zoltán, a Darfű Nonprofit Kft. Ügyvezetője, a térség korábbi országgyűlési képviselője. A Klebersberg intézményfertartó központ szeghalmi tankerülete nevében Vetési Istvánné igazgatóasszony. A Körösladányi Tüköri Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevében Kisné Kovács Anna igazgatóhelyettes asszony. A Körösladányi Katolikus Egyházközség nevében Lengyel Antal plébános úr. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében dr. Kis Attila ezredes úr, a NAV Délalföldi Regionális Vám és Pénzügyőri Főigazgatóság főigazgatója. Sallai R. Benedek úr, a Lehet más a politika országgyűlési képviselője és a Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke. Kérem, most közösen énekeljük el a szózatot. Thank you.
Tisztelt vendégeink! Kosztolányi Dezső gondolataival zárjuk az avató ünnepséget. A halál az egyetlen múzsa. Őt nevezték Hajdan a gondolkodók megihletőjének, ki sötét ujjával figyelmezteti őket a határa, küszöbre, hogy minden ítéletüket hozzáviszonyítsák. Mérték az, mely nélkül hamisan mérünk, és fájdalom, mely nélkül hamisan érzünk. Általa találjuk meg helyünket a világban és egymás között. Tisztelt vendégeink! Köszönöm megtisztelő jelenlétüket, a megújult kripta mindenki számára megtekinthető. Viszontlátásra!